Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2024. március 8-án, pénteken pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Március 14-én kerül megrendezésre a 4-es számú választókerület lakossági fóruma. Kunhegyesi Ferenc munkáiból nyílt kiállítás március 7-én. Döntetlent játszott a kiskörösi LC második csapata a miklósi GFL gárdájával. Mózer István a 4-es számú választókerület képviselője folytatja a 2024-es lakossági fórumok sorát. Március 14-én csütörtökön 18 órára várják a körzet lakóit a Petőfi Sándor művelődési központba. Tovább folytatódnak a 2024-es lakossági fórumok. Legközelebb Mózer István önkormányzati képviselő várja a 4-es számú választókerület lakóit március 14-én a Petőfi Sándor művelődési központban. Tompa Mihály utca és a Rúzmári utcától Erdőtelek irányába lévő utcák, valamint a Batthyány utcától a Fürdő irányába lévő utcák tartoznak ebbe a körzetbe. Az eseményen résztvevőknek lesz lehetősége kérdezni a Kiskörösi Rendőrkapitányság képviseletétől, valamint városunk polgármesterétől, aki többek közt beszámol a város pénzügyi helyzetéről és a fejlesztésekről is. A körzet képviselőjétől pedig a lakosok a közvetlen lakókörnyezetüket érintő fejlesztésekről tudhatnak meg több információt. A 23-as évben a legnagyobb beruházás a körzetben a sporttelep fejlesztése volt, de több járda is megvalósult a Klapka utcán, a Szabadidőparkban, vagy a Dózsa-György úton. Az idei évben is szeretnénk a járda felújításokat folytatni. A Szabadidőparkban is lesz egy nagyobb beruházás, kosárlabdapálya, illetve teniszpályák fognak épülni idén, és még van egy nagyobb beruházás, a jégcsarnok fejlesztés, bár nem önkormányzati beruházás, de talán a város egyik legnagyobb beruházása. Tehát március 14-én 18 órai kezdettel Mózer István várja a 4-es számú választókerület lakóit a Petőfi Sándor művelődési központban. Kunhegyesi Ferenc elmúlt években készült képzőművészeti alkotásaiból nyílt tárlat március 7-én a Petőfi Sándor Művelődési Központban utolsó mítoszok címmel. Összesen 60 képet tekinthetnek meg az érdeklődők, a grafikák és a festmények 3 év termékei. Kunhegyesi Ferenc Feró, ahogy a kiskörösiek és a barátai szólítják, Kiskörösön született, és mai napig itt él városunkban. A primadíjas művész életében 14 éves kora óta jelen van a rajz és a festészet. Modern táncosként bejárta a világot, így az ősi ritmusok, a zene és a mesék erős gondolat és hitvilága festészetében mítoszokká értek. Ennek lehettünk tanúi március 7-én a Petőfi Sándor Művelődési Központban megnyílt Utolsó Mítoszok című kiállításán, amely először Budapesten a Szent Andrási István Roma Művészeti Galériában aratott óriási sikert. Feró kiállítás megnyitójának háziasszonya Subka Éva volt. Köszönjük szépen, hogy vagy nekünk. Köszönjük szépen, hogy ezt a kultúrát mented, örökíted, átmented, tanítod, és hogy kultúrát teremtettél. Egy nagyon sajátos, különleges kultúrát, amit azt hiszem, hogy biológiai lábnyomként itt hagysz az örök időknek. Subka Éva után városunk polgármestere Domonyi László idézte fel Feró fiatal korát, amikor még táncolt és méltatta azt, amivé felnőtt korára vált. Egy fantasztikus művészé vált az egyediségével, ilyet, amit itt látunk, ilyet csak Kunhegyesi Ferónál látunk. Ilyen nincs. Ez egy olyan kuriózum, amit tud, és amit lát, és amikor nézem a képeit, én az egyszerű eszemmel megpróbálok gondolkodni, hogy mit láthat Feró, amikor fest. Iszonyatos kavalkád lehet a fejébe, de tök jó összerakja, amit képre tud tenni. Én, aki képtelen vagyok ilyen művészetekre, én csodálom azokat a tehetségeket, akik ilyenekre képesek. És Feró, csak gratulálni tudok, és megköszönni, ahogy Éva mondta, hogy itt vagy nekünk, és hazahoztad újra
megmutatni azt, amit tudsz és amiket alkotsz. Nagyon büszke vagyok rád, Feró, ezekkel a szavakkal fejezte be köszöntőjét Domonyi László polgármester. Ezt követően Jóka Daróczi János, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Néhány héttel ezelőtt Budapesten a Szent Andrási István Roma Művészeti Galériában lehetett látni ezeket a képeket, és azért is örülök, hogy ezek a képek most itt Feró szülővárosában lesznek láthatóak, mert szükség van egymás megismerésére. És külön örülök annak, hogy Petőfi szülőházától néhány méterre, akkor, amikor a polgármester úr tótokról beszél, meg különböző nemzetiségekről említ, akkor hát a koromnál fogva visszaemlékszem, hogy azért ebben az országban nem az én fiatal koromban teljesen természetes volt. Én egy olyan faluban születtem, ahol románok, cigányok és magyarok éltünk, és soha nem volt ebből probléma, hogy kinek mi a nemzetisége. Lehet, hogy csak mára felejtettük ezt el, de visszatanuljuk. Köszöntője végén Jóka Daróczi János egy oklevelet adott át Ferónak, melyben kinevezte a magyarországi roma kultúra nagykövetének. A kiállítást Feró jó barátja, Háló Gyula nyitotta meg. Rögtön az elején szeretném deklarálni, hogy Feró művészete az nem más, mint a lelke, tehát a szelleme. Ha voltak, és vannak is meghatározó mesterei, de ahogy főigazgató úr is ezt említette, hogy egy saját utat keresett, talált, bár azt mondja, hogy a mai év ez rendkívüli tanulási év, és még nem tudjuk, hogy mi lesz ennek az útnak a vége, de azt mindannyian világosan látjuk, ahogy hallottuk, hogy olyan egyedi képvilágot teremtett a képein, a rajzain keresztül, ami nem hasonlítható máshoz, még hogyha esetleg vélünk is itt-ott inspirációkat, és mondhatjuk így, hogy a mi művészünk. Zárszavában Kunhegyesi Feró festőművész megemlékezett az édesapjáról. Ismerték apámat. Én egy mítoszt teremtettem apámból itt belül. Tehát nekem az apám az olyan az én szememben, mint egy görög istene. A fizimiskájával együtt éppen most kaptam meg Prepszentől az egyik fotót, ahol le vagyunk fotózva. Én 3 éves lehettem, apu meg ilyen 20 pár éves fiatal srác, és tényleg egy gyönyörű ember volt. De hát ugyanígy mondhatjuk a anyáinkra, hogy apáinkra, kivételül mindannyian. Tehát, hogyha meg tudunk békélni az életünkkel, és attól egy kicsit többet tudunk belevinni, akár saját magunkból is teremthetünk mítosz. A megnyitó vendégművészei, a Szilveszter Társulat tagjai, Szappanos Tamás és Suba Sándor Feró verseit tolmácsolták a jelenlévő közönségnek. A különleges alkotásokat március 21-ig lehet megtekinteni a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Dr. Kerényi Ferenc életéről és munkásságáról emlékeztek meg városunkban március 7-én. Az alkalomra az egykori történész barátai, kollégái és családtagjai is ellátogattak Kiskörösre. A nap végére pedig újabb aláírással gyarapodott az aláírások fala. Március 7-én lett volna 80 éves a Kiskörösön is ismert és elismert hatalmas tudású dr. Kerényi Ferenc, irodalomtudós, kutató, történész. A 2008-ban elhunyt kutató életéről és munkásságáról azóta minden évben megemlékeznek Kiskörösön, mely az idei évben sem maradt el. Kiskörösön a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum egyik fő tevékenysége a kultuszápolás, és mi nem csak Petőfi Sándor hagyatékát, nem csak Petőfi Sándor kultuszát éltetjük, hanem azoknak a személyiségeknek is igyekszünk emléket állítani, és őket benne tartani a köztudatba, akik Petőfi Sándorral foglalkoztak. Kerényi Ferenc Petőfi kutató az egyik ilyen személy, és a születésnapján minden évben összejövünk március 7-én.
Ezen a napon az irodalomtörténész egykori barátai, munkatársai, valamint családtagjai is ellátogatnak a kiskörösi megemlékezésre. A nap folyamán két vendégelőadó is jelen volt, köztük dr. Kerényi Ferenc özvegye, dr. Sirató Ildikó irodalomtörténész is. Én azt vállaltam, hogy egy 80. szülinapi emlékbeszédet mondok arról, hogy Kerényi Ferenc tudósi pályája, tudós és tanári pályája során 40 évig dolgozott és működött Petőfi és Madács és más reformkori és 19. századi nagyságaink bűvöletében, és hogy ez vajon mit is jelentett az ő maga számára, hogyan épült az ő szakmai és emberi pályája, illetve hogy hogyan és mit tudott átadni az utókornak tanítványai, barátai révén. Valamint beszédet mondott dr. Osztovics Szabolcs, nyugalmazott tanár, aki Kerényi Ferenc kutatásai alapján készített egy Petőfi Sándor életrajzát feldolgozó könyvet. Amit én elmondtam, azok ilyen látszólag mellékes dolgok. Mit jelent egy népszerű tudományos Petőfi kiadás? Miért fontos egy ilyen? Próbálom azt érzékeltetni, hogy mi mindent tanultam professzor úrtól, tehát azt a mértékletességet senki fölött, meg semmi miatt nem ítélkezni, hanem nem is távolságtartóan, hanem inkább megértően viszonyulni a világhoz. A beszédeket követően az egybegyűltek megtekintették az aláírások falát, mely immáron egy újabb plakettel bővült az egykori történész aláírásával. Ezt követően pedig megkoszorúzták dr. Kerényi Ferenc emléktábláját. Március 7-én nagycsoportos óvodásokkal telt meg a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájának tornaterme. A kiskörösi óvodák mintegy 120 csemetéje a hagyományos narancskupán vett részt, emellett ezen a napon a kicsik bepillanthattak az iskola életébe is. Március 7-én csütörtökön délelőtt a hagyományos narancskupával folytatódott a tanév iskolába hívogató programjainak sora a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájában. A jókedvű, mozgásos programra a helyi óvodásokból várták azokat a gyerekeket, akikre szeptembertől már diákként számítanak. A második ismerkedős az idei évben az óvisokkal, az első volt az adventi délután, ez a másodikunk. A mai napot Dózsa Tamás és Kolonusz Lili állította össze, ők csinálják az akadálypályát jelenleg is mögöttem kifejezetten az óvis korosztály számára. És hasonló volt egyébként már karácsonykor is, rendkívül módon élvezték a gyerekek. Úgy kellett őket noszogatni, hogy mást is próbáljanak ki, mert a sport azért az mindig a legelső helyen, és a mozgás a gyerekek életében ott szerepel, úgyhogy reméljük, hogy ma is nagyon jót fognak játszani. Az óvodásokat és kísérőiket Grausza Jánosné tagintézményvezető köszöntötte, aki bemutatta a leendő elsős tanítónéniket. Az első A osztályfőnöke szeptemberben Rohoskán és Sinkovic Marian lesz, az első B tanítónénie Benéni Mihalkó Valéria, az első C-t választók pedig királyné Schindler Mónika vezetésével kezdik meg a tanulmányaikat a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájában. Rövid bemelegítés után kezdődhetett is a játék. A 120 apróság az állomásokon játékos ügyességi feladatokat teljesített, forgószínpadszerűen bejárva a tornatermet. Emellett egy meglepetéssel is készültek a szervezők az óvodásoknak. Testnevelőink úgy állították össze, hogy mindenkinek legyen sikere valamiben. Van célbadobás, kúszás, mászás, futás, tehát ami eszközünk van, annak a nagy részét most kirakták, pont azért, hogy mindenkinek sikere legyen valamiben ezek közül. Fotósarokkal készültünk az óvisok számára, ami idén egy újdonság, úgyhogy az iskolába készülő gyerekek első iskolás fényképe is el tud ma készülni. Az iskolába hívogató programok a narancskupával még nem értek véget. Ez egy picit bemelegítés már a szombati napra, mert hogy szombaton az óvisokat már a szüleikkel együtt fogjuk várni 9-től 11-ig. Ide ugye már nem csak a kiskörösi óvisok tudnak jönni, hanem a vidék összes városából a nagycsoportosok, mert azért sok vidéki gyerekünk is van szerencsére. A sportélmények mellé az egészséges életmód jegyében minden kis óvodás ivólevet és műzlit kapott. Március 2-án lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a kiskörösi LC második csapata, akik hazai környezetben fogadták a miklósi GFL gárdáját. A találkozó 3-3-as döntetlennel zárult.
Március 2-án a Kiskörösi LC második csapata hazai környezetben fogadta a Miklósi GFL gárdáját, hogy lejátsszák a téli felkészülés utolsó mérkőzését, ami 3-3-as döntetlennel zárult. Kosszat Miklóssal játszottunk ma, egy nagyon-nagyon jó felkészült ellenféle játszottunk. Úgy gondolom, hogy a nem véletlenül vannak ők a csoportjukban az első helyen, ahol állnak, és céljaik között szerepel megnyerjék a bajnokságot, hiszen elég jó fiatal futóstársaság volt. Úgy gondolom, aki kilátogatott ma, az egy nagyon-nagyon jó edzőmérkőzést látott. A Miklósi GFE együttese a Vármegyei harmadosztályú bajnokság nyugati csoportját vezeti az első helyen. Ők domináltak, szerintem váratlanul rúgtunk egy gólt, Sinko Dorian fejelte. Utána kiegyenlítettebb játék folyt, de inkább összességében a mi térfelünkön folyt a mérkőzésnek az egésze. Kontrákkal próbáltunk, háromszor ugye kétszer még sikerült gólt rúgnunk. Vége ugye 3-3 lett, de mondom, hogy eznek a felkészülési mérkőzésnek van értelme ilyen ellenféllel szemben, mert ez egy minőségi ellenfél volt. A hazai csapat góllövői Sinko Dorian, Szlovák Pál, valamint Gyurján Gábor voltak. Mi a bajnokság csapatai közül az egyik legidősebb átlag életkor rendelkező csapat vagyunk. Ennek ellenére megpróbáljuk fölvenni a versenyt mindenkivel, illetve azért lenne jó, hogyha ebből a bőkeretből minél többen edzésre járnak, mert akkor ugye értelemszerűen a fiatalabb, futósabb csapat ellen egy fiatalabb keretet is föl lehet rakni a pályára, és nem kell mindig mondjuk annak a 10-15 embernek végigjátszani az egész bajnokságot. A Kiskörösi LC második csapata március 9-én kezdi meg a bajnokság tavaszi fordulóját a szomszédos kaskantyúi FSE együttese ellen szintén hazai környezetben. Most pedig nézzük a mai nap híreit még egyszer röviden. Március 14-én kerül megrendezésre a 4-es számú választókerület lakossági fóruma. Kunhegyesi Ferenc munkáiból nyílt kiállítás március 7-én. Dr. Kerényi Ferencről emlékeztek meg március 7-én. Narancskupán vettek részt a kiskörösi óvodások. Döntetlent játszott a Kiskörösi LC második csapata a Miklósi GFL gárdájával. Kedves nézőink, minden munkatársam nevében megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Legközelebb új összeállítással hétfőn 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor és hétfőn reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a www.kiskörös.tv.hu oldalon vagy a közösségi médiában. A híradót követően Erdei utakon Revicki Gáborral című műsorunkat tekinthetik meg. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket hétfőn is. Viszontlátásra!